Közös koncertet adott a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar és a Szimfonikus Zenekar a Zenevilág napján szombaton este. Mindkét együttes 1957-ben alakult meg a Zalai megye székhelyen. 65 évüket koncertek, fesztiválok, valamint hazai és külföldi turnék, díjak és lemezek, továbbá ifjúsági hangversenyek szegélyezik. A jubilómi eseményen a vezetők megemlékeztek az alapító tagokról és korábbi karnagyokról is. Ezt követően a zenekar és a kórus közös produkciójaként Puccini és Verdi opera részleteket hallhatott a publikum, majd Handel messiás oratóriumának Halleluja című kórusdalát adták elő. A formációkat Sándor János és Kovács Kata vezényelte. A koncertet teljes terjedelmében október 15-én és 16-án, szombaton, valamint vasárnap 11 óra 30-kor, továbbá 20 óra 30 perckor tűzi műsorára az Zalaegerszegi Televízió.